Rangsorolni fogjuk az összes 300 gemes, azaz Legendary skin most a Brawl stars -ban. szóval, hogyha ti is kíváncsiak vagytok, akkor mindenképpen tartsatok velünk, és amúgy szevasztok, üdvözlök mindenkit, én kis vagyok, és uh, hát, uh, ja, igazából nem lesz egy nagyon-nagyon hosszú videó, de megpróbálom kifejteni a véleményemet, aztán leíratját a kommentekbe, hogy mennyire értetek velem egyet, és mivel nem, meg ilyesmi. A vége úgyis az, hogy legyen jó sok komment. Dicsős Szeged, itt leszünk legközelebb Pégét és Onszóval, hogyha szeretnétek velem, Danival, illetve Szabival találkozni, akkor mindenképpen gyertek el ezekre a rendezvényekre, brutális kvízek lesznek tőlem, illetve lesz kérdezfelelek és koncert a VIP soknak, illetve mindenkinek lesz dedikálás, természetesen lehet megvenni a mörcsöt, illetve mindenféle komoly dolgokat kérdezgetni tőlem a dedikálásnál. Gyertek el, pont. Szóval itt is vagyunk, ez tényleg nem lesz egy hosszú, tehát uh, nem tudom, itt kb. szerintem mondjuk ilyen 20 skin van mondjuk az, vagy nem is tudom, lehet még annyi se. Szóval, uh, ja, igazából a kategóriák úgy lesznek, hogy uh, legjobb, elég jó, oké és gagyi, vagy undormány. Szerintem ezeket annyira nem kell elmagyaráznom, tehát teljes mértékben, ahogy értetendők, így lehet őket izelni, bár a színek nem feltétlenül egyeznek, de nem is nagyon érdekel most, tehát hagyjuk. Jó lesz az. Na nézzük, az első az már is kapásból a meka Crow skin, ami, hát ugye, nem tudom, megvettük ugye a múltkori videóba, de nekem őszintén személyesen annyira nem tetszik, ezért most meg lehet engem kövezni, lehet engem utálni, de jó, nem azt mondom, tehát, hogy nem az undormány kategória, de hát nem, nem is tudom, mert most vagy elég jó, vagy pedig oké okay, is baraknám, de hogy mégis hova, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert lehet az a baj, hogy ezt így nehéz lenne most megmondani, de hát nem fogom ezért a végére rakni, mert akkor mindegyiket tologatni fogom. Szóval én azt mondom, hogy a megakrót az berakom, az hát legyen ő az elég jó kategória, mert legalább nála ott van az a hát effekt, vagy nem is tudom, hogy micsoda, ugye, hogy így a mérge helyett, így nem tudom. Áram így megüti az embereket, szóval nem tudom. Én, én ennyit legalább adok a skinba hogy ilyen, ilyen szinten egyedibb legalább. Oké, okay, és akkor most én így, hát kettő egyszer úgy mond, az antivirus és a virus 8-bit. Hát mind a kettő az hatalmasan nagyon jó skin, viszont a virus 8-bit, a, hogy mondjam, a fekete-zöld változat, tehát, hogy mondjam, a régebbi, nem tudom, igazából mindegy, tehát ez szerintem még mindig a legjobb legendary skin, meg a legjobb skin a játékban, úgy ever made. Szóval, ja, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, viszont hát jó, ez az antivírus is igazából annyiban más, hogy a színeket át lett változtatva, viszont pont ez az, hogy szerintem ez már nem adja meg azt a vibe -ot. Tehát ingém nem láttam, hogy milyen effektjei vannak, mert már egy jó ideje nem volt bent a shopban, legalábbis amióta én játszok újra. Szóval, én azt mondom, hogy őt berakom az elég jó kategóriába, így a Mekakró elé így berakom, bár nem mint a sorrend itt számítana, de mindegy, már csak azért, hogy így lássák, hogy nem tudom, ugye a, a szín is számít, na hát most mit mondjak erre igazából. Nekem ez, ez, ez így, így passzol. Ezután jön a Frost Queen Amber, ami egy nagyon-nagyon jó skin, viszont... Uh, a, az effektjei azért annyira nem, nem ilyen hú, de megemelem a kalapom, tehát hogy a, minden igazából csak át lett kékezve. Tehát kék színre át lett rakva, a hűt átállították, aztán szavasz. Kivéve ugye a kinézete. Mm, nehéz döntés. Mondjuk, hogyha a megakrót az elég jóba raktam, akkor mindenképpen a Frost Queen is oda kellene raknom, csak most gondolkozok, hogy a megakrót lehet, az okésba. Jaj, de nehéz ez. Uh... Jó, tudjátok, én nem meg akarok lerakom az okésba, mert most na, az én véleményemről van szó, valaki nem ért vele egyet, lehet a kommentbe vitatkozni. Oké, okay, következő. Torbibi, ami alapjárt egy nagyon-nagyon jó szki, nagyon jó effektekkel, meg mindennel, viszont uh, egy dolog, ami nekem nem tetszik, bár oké, okay, én se tudnék mondani egy jobbat, hát Max Franket. Franket mondjuk én hamarabb el tudnám képzelni Tornak, mert ez ugye alapjártan itt az északi mitológiáról beszélünk, nem pedig a, 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 hogy mondjam, a filmes verzióról, a filmes szóval ö, nem tudom, nekem nem rossz, nem arról van szó, én az okésból belerakom, mert bármennyire én szeretem a skin, de Bibihez annyira nem élik. tehát én Frankhez sokkal hamarabb el tudnám képzelni a tor szerepet, tényleg egy ilyen duci nagy darab csávó, egy ilyen nagy kalapácsra, tehát hagyjál már. Szerintem sokkal jobban élik torhoz, de mindegy, ők tudják igazából, ezért raktam be okésba. Most jön Mekabó, ahogy itt láthatjátok, hát ő róla nagyjából az a, vélemény, az a véleménye, mint a Mekakróról, csak neki még az effektjeit sem ismerem, még emlékszem, amikor, nem tudom, tízzer, meg 50.000 ilyen Starpoint, vagy mi volt a neve annak a akkori Ilyen nem tudom valutának ami benne volt még a játékban annyiért lehetett megvenni és hát soha nem volt annyim. <laughs> hát ö, nem tudom, hogy mi... hova rakjam, mert ő aztán nehéz, mert az ő effektjeit nem is ismerem és hát valószínűleg nincsenek olyan jók, mint a mint a Mechacro. Hát ö, nem, ö, nem, nem tudom srácok, hogy erre most én mit mondjak. Jaj, atyám, oké, okay, megkabó, rakjuk, be, mondjuk, hova rakjuk, mondjuk. legyen az okésba, oké, okay? mert nem tudom, mechabóhoz ílik ez az egész robotos téma, az tetszik, csak most összességében nem egy olyan nagy durranás ez a skin amit mit mondjak erre. Virus Charlie, na végre legalább valami új jelentkező, ami nem ilyen mecha, mert már elegem van a mekákból, szóval, uh, mm, Hát ő is egy nehéz kérdés, mert semmiképp nincs olyan jó, mint a Virus 8-bit, Ez, szerintem ezt nagyon mondani se kell. Viszont ettől függetlenül még mindig egy nagyon-nagyon durva animációkkal és mindennel rendelkező skin, tehát bárki bármit mond, azért szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. És én épp ezért szerintem be fogom őt rakni az elég jó kategóriába, mert nagyjából én, Hát közéig tudnám sorolni, tehát a a nál Torbibinél, meg a mechabó mindenképpen jobb, és nagyjából egy van a Frost queen Amber, meg az Antivirus-eit bittel legalábbis az én szememben, szóval, ja, igazából, oké, okay. Desert Scorpion Chuck, várjatok, most itt nem tudom, valamit csináltam, na. Szóval Desert Scorpion Chuck, ezt vette meg ugye ugyebara, amikor ellopta a kártyámat a kis köcsög, na mindegy, játszottam azóta ugye csákkal, és így láthattam ingém is, és jók az effektek, meg minden, de azért ez 300 gemér szerintem nagyon vad. Tehát ez, ez legjobb esetben is egy 200 gemér skinnek kellene lennie, legalábbis az én véleményem szerint. Annyira azért nem tettek ki magukért, szóval ezt is berakom az okés okay kategóriába. Az a lényeg, hogy most oké, okay, hogy itt mindegyik skin azért megüt egy adott uh, nem tudom, létsz, vagy hogy mondjam ezt, tehát egy adott szintet mindegyik elér, hogy nagyon jól néznek ki, de most a legaszkinek közül választjuk a szarokat, jókat, meg ezeket. Szóval, uh, igen. A Mecha Colt, na hát ő is egy érdekes uh, választás, mert megakoltam, hogy nagyon-nagyon jól néz ki. Az egyik legjobb Mecha, szerintem. Tehát nagyon-nagyon illik Colt, ez az, ez az egész, és az effektjei is uh, rohadt módjuk. Szóval szerintem én őt rakom az elég jóba. Én, én valahogy így odaérzem, hogy oda tartozik. De nem tudom, hogy ő miért lett ilyen picit, nem tudom, hogy kicsit bagolnak a képek, na mindegy. Phoenix Crow, na hát róla nem nagyon tudom, hogy mit mondjak, mert lehet, hogy ez első 300 gemes skin, nem tudom, hogy ez hogy működött ott régebben, erre így már pontosan nem emlékszek, de jó skin, abszolút csak nem változtat annyi mindent. Tehát, hogy oké okay, a hangja, meg a effektek, meg ilyenek, de ingém azért nem annyira durva. Tehát ingém azt mondnád rá, hogy ez egy 80 vagy 150 gemis skin. És sajnálatot kérek mindenkit. Én is szeretem a Phoenix Screw-t, és használom is szívesen. De a Legendary skinek közül, hogy mennyire egyedi meg ezek, én a gagyiba tudom berakni. Sajnálom, ne kövezzetek meg emiatt. Ez az én véleményem. Következő Robomike. Hát vele bajban vagyok, mert uh, berakhatnám a legjobba is kb., meg az undormányba is. Jó, az undormányba nem, de mondjuk az okésba berakhatnám még, uh, mert hogy dynamike mint kinézett, semmi köze. Tehát, hogy az eredeti modellt azt úgy eldobták, mint a szart. Az összes többinél megtartották kb. Kivéve, hát talán a, a Virus Charlie az, aminél még így nem dobták el az egész modellt. Szóval ja, de... Ő, ő a legdurvábban változó skin, vagy hogy mondjam, tehát ami dynamite hoz képest, ő nem hasonlít rá, csak ugye... És hát hasonlít rá, de ugye a robot formában, de pont ezért most ez jó vagy rossz. Berakom a... Hmm. Az a helyzet, nagyon jók az animáció, Jó, be, be kell raknom a legjobba, sajnálom. Én, én most a saját véleményem alapján fogok dönteni, tudom, hogy csak emiatt így nem tudom, majd veszekedni fogtok velem, de... Nyugodtan tegyétek mert, mert nem tudom, ott van a komment nem véletlenül. Meka Edgar. Na hát rá tudom, hogy mit mondjak, mert neki most pont így az ő karakteréhez illik ez a Mecha, és nagyon jó, hogy így ezek a, ami alapját a sája, az ilyen robotkar lett, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, és hogy így azzal támaszkodik. Ez az alap stance, ez nagyon tetszik nekem, csak ez ingém nem látszik. Tehát ingém nem egy olyan nagy duranás ez a skin, és hát mondjuk, hogyha a Mekabót is odaraktam, akkor őt is a okés kategóriába kellene raknom, szerintem ez így tartozok ennyivel. Öh, Mekaleon, na hát most már megint itt a Mekáknál tartunk, mindegy. Mm, nem rossz skin, sőt, abszolút jó skin, azt kell, hogy mondjam, viszont az ő effektjeit sem láttam még sajnos, mert nem néztem meg, így nehéz róla véleményt alkotnom, mármint hogy az ilyen lövés effekt, meg a takedown effektekre gondolok. Uh, viszont így alapvetően nem tudom, én őt is az oké, ugyanoda tudnám rakni, mint a Mecha mert a Mecha Edgar is egy tök jó skin, de nem, nem egy olyan hú, de olyan, hogy jaj, ezért leesik az állam tőle. Mecha Mortis, na hát ő, ő szerintem legalábbis az én szememben, nyilván azért is, mert Mortis, Mortis az egyik kedvenc brawlerem, de ezt nagyon-nagyon eltalálták, ezt a Mortis-t, mert ez a mekamortis ez nem is csak arról szól, hogy ő egy robot, hanem hogy ő egy ilyen szamuráj végre. Vagy nem is tudom, hogy ezt hogyan lehetne mondani. Szóval ez nekem abszolút tetszik, és mivel az én véleményemről van szó, ezért őt a legjobba fogjuk betenni, ha tetszik, ha nem. Következő Vukong Mikó. Na hát róla aztán tényleg nehéz mondanom bármit, mert semmilyen effektjét nem láttam, még ingém nem láttam, meg semmi se. Csak így maga ezt a képet, így ebből tudok ítélkezni. És uh, az a helyzet, hogy oké, okay, jól néz ki, sőt, hogyha bent lesz, akkor valószínűleg meg is fogom venni, hogy legyen 300 gemeskiden mikóra. Meg alapjártam az a célom, hogy szépen lassan az összes skin meg legyen a játékban. Szóval, um, nem egyszerű a döntés. Én azt mondom, hogy uh, Gagyi. sajnálom. Taznita, na hát itt ez... Sokan szeretitek, viszont én nem tudom, hogy miért. És biztos, hogy neki is vannak nagyon jó effektjei, és sőt, ezeket lehet meg is fogom nézni a videó után, hogy legközelebb ne legyek ennyire hülye, mert így most kicsit hülyének érzem magam, hogy nem nagyon is van a, a... a... ilyen dolgaikat a... skineknek, de hát most sajnálom, mit tegyek. Hát ez a véleményemről szól elsősorban, nem egy ilyen tudományos kutatás. Szóval nekem a Taznita tetszik, jó, de ez is egy 200 gamma -e skinnek kellene lennie, tehát semmivel nem jobb szerintem, mint az a mega Godzillanita, Nita, vagy mi annak a neve, nem tudom. Szóval én őt is berakom, sajnálom a gagyiba, de alapjártam, mint skin jó, csak a legendary skinek közül a gagyi kategória szerintem. Heavy a Jaj, atyám. Tehát, hogy a Stonkspam az 80 gem, ahhoz képes nézzétek az Evil Queen-pemet undormány kategória. Tehát sajnálom, én nem fogok ezzel vitatkozni senkivel. Nekem nagyon-nagyon nem tetszik az Queen-pem. Szóval euh, ja, igazából erre nem nagyon tudok mit mondani. Na és akkor már csak kettő maradt utolsó előtti Toon Spike. Na vele bajba vagyok, mert én őt kapásból bedobnám a legjobba. Nem, nem is tudom, hogy miért nem csinálom. Tehát csak szeretném így megindokolni nektek, hogy miért teszem. Nem csak oda bedobom. Szóval ő egy olyan brawler, ami egyedüli. jó van a Final Boss Rico, ami még hasonlít, de az is csak ilyen, hát utalgat rá, a, ez a Toon Spike, hogy tényleg minden egyes animációja egy 2 animációként van megrajzolva a összes többi meg ugye 3D-be van, meg az összes effektje 3D-be van, az viszont 2D-be, és a, ahogy körbe mutatod az is lényegében csak egy-egy kép, amit megrajzoltak, ez szerintem zseniális ötlet volt a Supercell-től. Szóval én őt berakom a legjobba, lehet sírni miatt, engem annyira nem érdekel. jogs Stu maradt már csak utoljára, hát én nem vagyok egy nagy Stu felhasználó, viszont ez az skin, ez nagyon ez abból a szempontból jó, hogy átváltoztatja az egész értelmét a skinnek, bár nem hasonlít Stura, és nem tudom, hogy ennek van-e valami lore jelentőség, hogy ő egy ilyen gyíklet, vagy alien, vagy nem is tudom, hogy ez konkrétan mi akar lenni. olyan, mint valami ezé a Monstering, mi annak a magyar neve, szörnyertéből kimászott karakterek ajakra. Hát én a Mm, jogs szerintem vagy elég jó, vagy pedig az okés okay kategóriába raknám, de az a helyzet, hogy mivel nem vagyok egy nagy stufa, aztán ezzel az okésba, okay viszont az okésnak okay a legelejére berakom, mert a legjobb okés, okay hogy ez így érthet érthető. És igazából kés készen is vagyunk a listával, szóval a ja, legjobbak közül az Antivirus 8 bit, a Robomike, a Mechamort is, és a Toonspike, az elég jó közül az Antivirus 8 bit, a Frostwind a Virus Charlie és a Mechacolt, de szerintem ez így nem annyira vitatható. Oké, és közül a Jogstu, Mecha Crow, a Torbibi, Mekabó, Desert Scorpion, Chuck, a Mecha Edgar és a Mekalion. Ezek közül csak szerintem a, a az, ami igazából vitatható, hogy esetleg feljebb kerüljön, amivel egyet is értek, de én személyesen az okés tetejére raknám. Gagyi, Főnix, Crow, Wukong, Mikó és Taznita, hát Nek, a Taznitát biztos, hogy meg fogjátok kezelni, meg a Phoenix Scroll ról is biztos sokat fogtok majd mondani, hogy mennyivel előrébb kerülhetne szívesen elolvasom a kommenteket, de ez az én véleményem, azon nem minden hogy fog változtatni. És hát az undormányban csak az Evil Queen pán maradt. Hát jó van, én igazából szerintem elvégeztem a munkámat, amit én igazából kijelöltem magamnak, szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha hát tetszett, akkor mindenképpen csapassatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és írjátok le, hogy a következő rangsorolós videóba igazából mi miket rangsoroljak, vagy nem tudom. Szóval, ja, igazából, ja, napi nem marad el, az Atya Fűszentlőek nevében kívánom minden, és nézemnek, nem nézem neki, akaromnak, rossz akaromnak szeretőmnek, utálomnak, és tényleg minden is a földön, hogy legyen csodálatos élete és csodálatos egészsége. És tényleg minden embernek minden vágya, minden cél teljesülje, minden ellenséget és minden akadályt kérlek, a nem az útjukból, és minden családnak boldogságot, békességet és bőséget kívánok. Az atya a fiú és szentlélek nevében. Amen. In nomine patris et Filii et spiritus Sancti, a taxi nomine svetó da. Amen. Szavaztok srácok, Jézus Krisztus a legjobb, ezt ne felejtsétek el.